Jó estét kívánok! 19 órakor Önök a Trio Televízió hírmagazinját, a Kiskun Krónikát látják, főbb témánk címszavakban. Fórum keretében tájékoztatták a térség gazdáit az ágazatot érintő törvényi változásokról Félegyházán a Városháza dísztermében. A Sokoldalú Móra címmel tartottak emlékülést a Kiskun Múzeumban október 3-án. Ebből az alkalomból kiállítást is megnyitottak az intézményben. 15-13 arányú vereséget szenvedett a megyei kézilabda bajnokság legutóbbi fordulójában a Félegyházi Kézilabda Sportklub a Nemes Nádudvar együttesétől. Számítógépes alkalmazással működik november 1-től az agrárkárenyhítési rendszer. Egyebek mellett erről tájékoztatták a termelőket Félegyházán a Városházán megtartott szakmai rendezvényen. Az idei éve a káresetek számát tekintve közepesnek mondható, mivel hozzávetőlegesen 450 bejelentés érkezett a Bács-Kiskun megyei kormányhivatalhoz. Két éve az asszály miatt több mint 5000 kárenyhítési kérelmet nyújtottak be a gazdák. A fórumon a törvényi változásokra, illetve az aktualitásokra hívták fel a szakemberek a termelők figyelmét. Novembertől teljesen megújul a kárenyhítési rendszer, számítógépes alkalmazással lehet majd beadni a kérelmeket, ami azt jelenti, hogy az adminisztráció leegyszerűsödik. A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatója hangsúlyozta, az informatikai fejlesztéssel az volt a cél, hogy csökkenjenek a gazdálkodók terhei. Pogonyi Tibor hozzátette, GPS koordináták alapján a hivatal könnyen beazonosítja a területet, majd felmérik az igénylés jogosságát. A helyszíni kárfelméréshez ezentúl elegendő lesz a táblagépet használni. Mi pedig kimegyünk helyszínelni egy tablet segítségével, ami egy GPS koordinátával van összekötve, és ennek segítségével kinavigálunk a helyszínre. A gazdálkodónak gyakorlatilag kint se kell lennie, tehát ez is egyfajta könnyítés, mert ugye eddig állandóan le kellett szervezni, az ő idejét is raboltuk kvázi az ellenőrzésekkel. Miután kimentünk, ugye elkészül a helyszínen egy jegyzőkönyv, ami szintén elektronikusan készül el, és ez alapján fogjuk meghatározni, hogy őt kár érte, illetve milyen százalékban érte a kár, és erről természetesen egy hatósági papíron fogjuk őt tájékoztatni. A mezőgazdasági termelők munkáját az elmúlt években az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények nehezítették meg. Idén a szokatlanul csapadékos idő befolyásolta a termésmennyiséget. 2014-ben eddig 450 kárenyhítési kérelem érkezett be a kormányhivatalhoz. Ez a szám jóval elmarad a két évvel ezelőttihez, amikor az aszály akkora veszteséget okozott az ágazatban, hogy a kérelmek száma meghaladta az 5000-et. Nem csak az aszály, illetve az esős idő, hanem a tavaszi fagy is jelentős károkat okozhat a gazdáknak. Arra kell figyelni, hogy növényenként 30%-os hozamérték csökkenést el kell érni. Tehát az, hogyha valakinek van mondjuk 2 hektár szőlője, és mellette van mondjuk 10 hektár szántóföldje, és a szőlőben jelzett egy 30%-os kárt, az nem fog kárenyhítést kapni, ugye, mert a másik 10 hektáros területen, tehát hogy összeadjuk, akkor nem lesz meg a 30%-os kár. Erre figyelni kell. A rendezvényen szó volt az őstermelők piaci ellenőrzéséről is. A kormányhivatal földművelősügyi igazgatója kiemelte, nem az a céljuk, hogy zaklassák a gazdákat. Az ellenőrzéseket az indokolja, hogy sokan kereskednek az igazolvány birtokában, annak ellenére, hogy a törvény szerint kizárólag saját terméket adhatnak el, tette hozzá Pogonyi Tibor. Kiskunfélegyházán tehetik le a forgalmi vizsgát azok, akik segédmotoros vezetői engedélyt kívánnak szerezni, valamint azok is, akik mezőgazdasági vontató kategóriában tennének forgalmi vizsgát. Jelentette be október 2-ai sajtótájékoztatóján Kovács Ernő megyei kormány megbízott a Városházán. Kapus Krisztián Félegyháza polgármestere közölte, a kár már novemberben sor kerülhet az első vizsgára a városban. A politikus megköszönte azt az együttműködést, amely a kormányhivatal, a járási hivatal, valamint a polgármesteri hivatal között jött létre a döntés érdekében. Kovács Ernő kormány megbízott hangsúlyozta, bizonyos kategóriákban szintén Félegyházán valósulhat meg a rutinvizsga. Lehetőséget fogunk biztosítani a közeljövőbe, hogy a mezőgazdasági vontató forgalmi vizsgák is itt legyenek, tehát a jogosítvány megszerzésénél, illetve a járműkezelési és rutinvizsga azokban a kategóriákban, amelyeknél a tampája, tehát a félegyházi tampája alkalmasságot mutat, és természetesen a biztonsági ellenőrzés és az üzemeltetési vizsga azokban a kategóriákban, amelyre viszont a tanterem nyújt lehetőséget a felszereltségének megfelelően.
További rövid híreink következnek, immár képekben is, amelyben szó lesz a Móra emlékülésről, a KHTK 2 Városföld elleni labdarúgó mérkőzéséről, valamint a Félegyházi Vasutas csapatának Tiszaalpár elleni találkozójáról. A sokoldalú Móra címmel tartottak emlékülést október 3-án a Kiskun Múzeumban. A résztvevőket Kapus Krisztián polgármester köszöntötte, majd Vészics Andrea, Móra Ferenc dédunokája ismertette Félegyháza díszpolgárának életútját, pályafutását. A rendezvény keretében elismert szakemberek előadásaival világítottak rá Móra sokoldalúságára. A nap zárásaként nyitották meg a régészet megkövesedett néprajz, a néprajz megelevenedett régészet című tálatot. Beszédet mondott dr. Juhász Antal néprajzkutató egyetemi tanár. A kiállítás Móra régészeti munkájába enged bepillantást. Elszenvedte első vereségét a megye 2-es labdarúgó bajnokság 2014-2015-ös idényében a KHTK 2. A félegyházi csapatot a címvédő Városföld múlta felül hazai pályán 3-2 arányban. A Honvéd a 31. percben hátrányba került, azonban Katona Balázs és Kádár Tamás góljaival úgy tűnt elhozza a 3 pontot a csapat, Kis László 2 találata azonban bebiztosította a Városföld győzelmét. Ezzel a vereséggel a KHTK visszacsúszott a 3. helyre. A Városföld 100%-os teljesítményével az élen maradt, a Tiszaalpár a 2. helyről várja a folytatást. A 9. fordulóban könnyebb dolga lesz a félegyházi csapatnak, mivel a 8. helyen álló Lakiteleket fogadja október 11-én 15 órakor a Honvéd sporttelepen. 5-0-ás vereséget szenvedett a Kiskunfélegyházi Vasutas a Tiszaalpártól a megye 2-es labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában. A 18. percben már hátrányba került a Loki. Ráadásul az első félidő hajrájában kiállították Kovács Lászlót, a csapat kapusát. A találkozó keménységére jellemző, hogy a játékvezető 7 sárga lapot osztott ki a játékosoknak. A következő fordulóban a sereghajtó kerekegyházi esélye lesz a vasutas ellenfele. A félegyházi csapat veresége ellenére megőrizte 11. helyét a bajnokságban. Mérlegük 1 győzelem, 1 döntetlen és 5 vereség. Az eddigi találkozókon 6-szor volt eredményes a Loki, amely 21 alkalommal kapott gólt a bajnokságban. A Nemes Nádudvar együttesét fogadta a megyei kézilabda bajnokság legutóbbi fordulójában a Félegyházi Kézilabda Sportklub női csapata. Az alakulóban lévő hazai együttes 15-13 arányú vereséget szenvedett a Kész arénában. Az ellenfél könyörtelenül kihasználta a hibákat, de a vereségben az is közrejátszott, hogy jelenleg még nincs nagy rutinja az alakulóban lévő félegyházi csapatnak. A találkozó végig kiegyensúlyozott küzdelmet hozott. A félegyházi csapat megfelelően felkészült az ellenfélből, azonban a Nemes Nádudvar taktikája változott a korábbiakhoz képest, ez pedig meglepte a hazai csapatot. Árvai Zoltán vezetőedző szerint a képességekben nem volt jelentős különbség, a több egyéni hiba döntött a vendégek javára. A sportklubból Regényi Csilla, Gácsi Kis Gerda és Tarjányi Petra volt eredményes a mérkőzésen. A védekezésünk az, ami nagyon jó volt, tehát nagyon kevés gól született, a támadásban kell javítanunk. A második fél időre egy picit ebben javultunk, és a védekezésből mi is a gyors lerohanásokkal onnan is találtunk 1-2 gólt. Így a második fél időt X-re tudtuk hozni, az első fél idő egy kicsit, ahogy álmosabban kezdtük, ott és ott a közepén történt 1-2 olyan dolog, amikor nagyon leindítottak minket, ott nagyon eladtunk labdát, és tulajdonképpen az pecsételte meg a mérkőzést, ebből mi nem tudtuk tovább visszahozni azt. A Nemes Nádudvar elleni mérkőzés több tanulsággal is szolgált. A Félegyházi Kézilabda Sportklub játékosainak főként labdakezelésben kell javulniuk, emellett a lövőerőt is fejleszteni kell az eredményesebb bajnoki szereplés érdekében. A Fürdő Kultúra napja alkalmából programsorozattal várja az érdeklődőket a Róna Kincse Gyógyfürdő október 11-én. Az intézmény ebből az alkalomból szűrővizsgálatokat végez. Lehetőség lesz egyebek mellett vérnyomás, vércukor és koleszterin mérésre, valamint talpnyomás mérésre is. A betegek az elektromágneses terápia jótékony hatását is megtapasztalhatják a gyógyfürdő rendezvényén. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban. Számítógépes alkalmazással működik november 1-től az agrár kárenyhítési rendszer. Egyebek mellett erről tájékoztatták a termelőket Félegyházán, a Városházán megtartott szakmai rendezvényen.
A sokoldalú Móra címmel tartottak emlékülést a Kiskun Múzeumban október 3-án. Félegyháza díszpolgárának régészeti munkáját tárlat segítségével mutatja be az intézmény az érdeklődőknek. 15-13 arányban kikapott a Félegyházi Kézilabda Sportklub a megyei kézilabda bajnokságban a Nemesnád udvar együttesétől. A vereségben az is közrejátszott, hogy jelenleg még nincs nagy rutinja az alakulóban lévő félegyházi csapatnak. Ez volt a Kiskun Krónika október 6-án. Maradjanak velünk továbbra, és hamarosan megtudhatják, hogy milyen idő lesz holnap. Hírmagazinunk ismétlését ma este is 8 órakor, 10 órakor és 11 órakor láthatják, továbbá holnap reggel 7 órakor és délben. Friss hírekkel pedig pénteken helyett kedden 19 órakor jelentkezünk. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weblapunkra a www.félegyházitv.hu címen, ahol korábbi adásainkat újra nézhetik és hozzá is szólhatnak tudósításainkhoz. Én minden munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, szép estét, jó pihenést, viszontlátásra! Kedden nagyrészt erősen felhős lesz az ég, az éjszakai reggeli órákban átmenetileg párássá válik a levegő, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 9 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul.